Hát akkor szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Beáta, bemutatsz minket? Mármint, hogy nem a kezeddel, hanem... <laughs> Igen. A túloldalon a... Bocsánat, mert hétfőn elrontottam. Azt mondtam, hogy Svájcban vannak, de ők most Franciaország területén Já, majd vannak. Majd ezt én elmondom, mindjárt kibontom, mert ez egy bonyolult történet csak. Húha! Béni Noémit és Szilási és Zoltán látjuk a túloldalon, ők atomki dolgozók, de folyamatosan kint vannak a CERN-ben. Ez, egy, ez a világ legnagyobb részecske gyorsító rendezése és annak a, az intézete. Én pedig Király Beáta vagyok, én leszek ezen az oldalon. Ha kérdésetek van, jelezzétek, bármikor lehet kérdezni, bármikor lehet kérdezni, ugye? Párkai persze, hogy ne, hogy ne, hogy ne, közbe kell vágni. Ők azt szeretik, ha kérdeznek, ha kérdeznek a hallgatók. Igen, vagy ilyen a... bolondok vagyunk, általában nem szeretik az emberek, ha Na kérdeznek, de mi, igen. mi kifejezetten ilyen, ilyen, így vagyunk nevelve. És ez igazából nem egy klasszikus óra, hogy mit csak beszélünk. És... Így van ez. A pár szép... igen, igen, igen. Tehát ez egy, ez egy virtuális séta lesz, ha. Én azért ha úgy a... tetszik. Egy, még egy figyelmeztetést a közönségnek mondanék. Vigyázzatok a kérdésekkel, mert végtelen ideig tud rájuk válaszolni. Igen. Ez már kiderült hétfőn. Nem vagyok hibamentes. Ennyi a hibám. Na jó, akkor sziasztok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ja, igen, még egy, még egy szolgálati közlemény a tudománynak ezen a területén, még azon a, azokon a nyelveken is, ahol van magázódás, tegeződünk. Úgyhogy sziasztok! Én is, mint idősebb, ezt most így betolnám. Hát akkor, akkor tényleg csapjunk bele, én elveszegettem a képeket, tehát ahol most majd mindjárt vissza is lesz pakolászva egy-két dolog, de ezt remúlom, ezt a spot Érdekes, érdekes, érdekes. Akkor csak, a, csak az én verzióm hülye. Jó, van, semmi baj. Csak megérkezünk. Na, tehát ami, ami fontos, az, az talán ez, és talán kicsit ez is. Tehát ahol most vagyunk, ez Beáta jól mondta, hogy hát egy kicsit Franciaország, kicsit Svájc. Nézzük is meg, hogy pontosan hogy van ez. Tehát amit itt magatok előtt láttok, ez a Genfi medence. Ugye a legközelebbi nagyváros hozzánk az Genf, az valahol itt van. Itt van a a vagy Pisilő, ami. Genfnek a jellegzetesség egy 100-130 méter magas szökőkút. A tó mellett, ugye itt a Genfitónak a délnyugati nyúlványa, a háttérben elterül az Alpok, jelesül a Momblan, nyilván így is komponálták ezt a fotót, hogy nagyjából középen legyen. Itt van a Genfi repülőtér, maga nagyjából három kilométeres es kifutópályájával, vagy futópályájával, ki hogy hívja. Nem kicsi, és itt lehet látni, ezt a sárga, meg kék izét, meg egy csomó feliratot, hát ezek tulajdonképpen főleg a sárga a mai főszereplőnk, és még azt is lehet érzékelni, hogy eltekintve a torzítástól, ugye, ami itt ezen a fényképen azért van, de még így is megvan az a benyomás, hogy ez az őrült dolog, ez egy nagy. Tényleg megvan valahol majd, hogy, hogy mekkora ez Debrecenhez képest. Amit még itt lehet látni, ez a szaggatott vonal, ez a Svájc és Franciaország határa, és hát ezért, ezért van igazából ez a, ez a fajta nyomogás, hogy most Svájc vagy Franciaország, hiszen maga a főkampuszunk, amit úgy hívnak, hogy CERN, CERN Meran Campus, ugye a Meran nevű kis faluról kapta a nevét, az valahol itt van, ő maga is a, átnyúlik a határon, de történetileg eredetileg csak ugye a francia-svájci határig terjedt. És hát amit itt láttok, láttok egy kék gyűrűt, meg egy abból egy ilyen kijövő akármit. Ez a úgynevezett szuperproton szinkrotron, ez régen SPP vonás S, igen, néven futott, és hát termelt Nobel-díjat, már amennyiben a dupla meg az ébozonok e felfedezése az ő nevéhez kötődik a 80-as évek közepén. És itt van egy másik kampuszunk, a Prefsani kampusz, ami a Prefsan nevű faluról hát milyen meglepő kapta a nevét. Ma itt ilyen álló céltárgyas kísérletek vannak, ma nem fogunk ide ellátogatni, ő igazából nem része a, a túránknak ma. Ez a sárga izé, ez pedig hát itt a jó személyek olvashatják, hogy az a nagy hadronit köztető, nagy gyorsító, hát tulajdonképpen a legnagyobb ember által épített gyorsító, és a legenergetikusabb is, nagyjából 27 km a kerülete, ezzel már jó versenyben van valahol a kettes meg a hármas metró között Budapesten hosszát tekintve, de alapvetően hát nagy nyúl, ugye itt egészen sokan laknak, lakunk benne, tehát a gyűrűn belül, nagyon sok falu van, és hát ezen a gyűrűn másik képet mutatok, ugye ez a gyűrű a föld alatt húzódik, nagyjából 100 méter mélyen, és négy nagy kísérlet kapott helyt rajta. Ezek közül az Atlas, meg a CMS, ugye az Atlas az Eitoroidal LHC Apparatus, illetve a kompakt Mion Solenoid, ezek nagy általános felfedező kísérletek, proton-proton ütközésekre vannak optimalizálva, teljesen körülveszik az ütközési pontot. Erről még majd lehet, hogy egy kicsit majd fogunk is beszélni, hogy nagyon szeretném legalábbis, ez viszont témák. Ezen kívül van még két másik kísérlet, az egyik az ELIS, egy uh, LHC Ion collision experiment, hogy valami ilyesmi, tehát általában ezek ilyen betűszavak, és de rettenetesen buták. Uh, ő heavy iron, tehát bocsánat, nehéz ionok uh, ütköztetésének az eredményeit vizsgálja, persze mi ketten is az atlas meg a CMS-sel, ugye nem csak protonok keringenek ebben a gyűrűben, hanem évente nagyjából egy hónapig a legtöbbször teljesen lefosztott ólomatommagok, és ezek ütközése az, amire ő ez a detektor e, szeret odafigyelni. Ugye hallottatok már nyilván a, az anyagnak egy ilyen relatíve újonnan felfedezett, de már régóta hiányzó e, halmazállapotáról, a quarklon plazmáról, amikor nincsenek igazából atommagok, hanem a, az atommagok alkotó elemei, a protonok meg a neutronok alkotó elemei. Azok gyakorlatilag szabadon egy ilyen, ilyen mészszerű, tehát nem leves, mészszerű viszkozitású anyagban anyagot alkotnak. Nagyon rövid ideig e, létezik ez együtt, de igazából ez egy létező fizikai állapot, és úgy tűnik, hogy volt azért nem elhanyagolható köze a világéletem keletkezéséhez is, úgyhogy érdekes dolog. A negyedik kísérlet az pedig az LHCB. Mint látjátok, az ő geometriája azért különbözik tőlünk. Á, semmi baj, csak jött valamilyen alarm. Majd uh, kinyomják. Oh, nekem is nagyon jó, oké. Okay. Uh, Gyomjátok már ki, mert... Csinálja. Minden... Nem van. Okay, köszönöm. Már. Tehát az ő geometriája egy kicsit más, és ő igazából a békvarkok ütközésére, illetve a töltésparitás szimetria sértését vizsgálva próbál haladni. Borzasztó érdekes eredményei vannak, és borzasztó érdekes kísérlet, de ő egy picit ilyen különc, nem velünk Nincsen belünk igazából nagy. Zoli, ha kérdezhetek valamit, ez feltűnt nekem, hogy magyarul szóltál hátra a többieknek. Nem, a Noéminek szóltam, a, a azt... Noémie egész jól ért magyarul, a többiekkel itt angolul kommunikálnánk, de hál' Istennek nem az én dolgom kinyomni ezt a alarmot, majd megnézem, hogy mi ez történeti okokból én még kapok ezekről esemes, de alapvetően most nem a dolgom ezzel foglalkozni, erre vannak képzett. Csókák itt hátul, majd Noémi körbe megy, már tájékoztattuk őket róla, hogy lesz róluk YouTube videó. Nagyon el, örültek. Hogy hol ja, igen, be, hogy be. hol Ja, persze, mert, ja, igen, hát ugye ez az, amit a Beáta már megelőlegezett, hogy elindul a Duma, aztán megy. Na, mindegy. Szóval van négy nagy kísérlet. Mi a CMS kísérlethez vagyunk delegálva otthonról, és mi itt vagyunk bent Franciaországban, tehát jól bent, tehát innen, mit tudom, én, még másfél-két kilométer lehet a határ, vagy valami hm. ilyesmi. Um, és hát mi most éppen itt ülünk a vezérlőtermünkben. Ja, azt látjátok, hogy itt kettes létrával szaladgálnak, meg a, a lehet, pa panelek de... hiányoznak a, a izéből a. a, a... Lafongó. Plafon, köszönöm szépen, pedig ez franciában is ez a szó. Na mindegy. Szóval a lényeg az az, hogy, hogy az, asztia, az, az, ne lepődjetek meg, ezt a termet még építjük. Most ez az új termünk, volt egy régi vezérlő termünk, azt kicsit kinőttük, meg húsz éves, meg lelaktuk, meg ú, ne tudjátok meg mennyi kosz volt, amikor kimozgattuk az asztalokat, ahogy ez lenni szokott, és most úgy gondoltuk, hogy hát Egyfajta modernizáció keretében megújítjuk a vezérlőtermet, építettünk egy másik épületet a régi mellé, és ebbe költöztünk be két hónappal ezelőtt, de hát a meló még nem ért véget, mert hát itt is nyilván a költséghatékonyság az egy fontos szempont. Jó, én azt mondanám, hogy Noémi, menjél már körbe, légy szíves a vezérlőtermen, aztán utána indulj el lefele, mert igazából nem az a lényeg, hogy én mit pofázok meg, hogyan beszélek a fizikáról, mert azt el lehet olvasni tankönyvben, mert inkább az a lényeg, hogy mit lehet itt nem vizuálisan. Zoli közben tett ki, amit Noémi mutat, mert az előbb körbehordozta a, a kamerát, csak kisképen láttuk. Ja, értem. Igen, igazad van, Beáta. Talán ez, ez talán fontosabb, mint amit... <laughs> Jó, ez most egy, ez most az egyik képernyőnek a képe, csak le van dobva a kamera, igen. De ami fontos, amit viszont szeretnék veletek megosztani, az ez a kép, az ez a kép, már föl is teszem nagyba, ez arról szól, hogy éppen most mit csinál az LHC, a nagy hadron ütköztető. Most És a jobb lehet... beszél. Igen, igen, nekem alul van, de minden. Ha meghúz, igen, nektek, nekem jobb, nektek jobb oldalt van, látom. Tehát itt két ilyen grafikon van, az a baloldali grafikonon az látható, hogy ez a fekete vonal, ez tulajdonképpen a nyalábnak az energiája, számolt energia, mert igazából az áramtól függ, de mindenében most nem megyünk bele. A lényeg az az, hogy, hogy a nagy hadon ütköztetőben a proton csomagok most 6799 gev egyenkénti protonenergiával közlekednek. Csak összehasonlításképpen a proton nyugalmi tömege az olyan egy gef körül van. Tehát, a, tehát olyan mozgási energia van, ami a nyugalmi tömeg, egyenlő MC négyzet, 7000 szerese. Tehát valami elképesztően nagyot üt, ha ütközik a másik protonnal, és be van töltve, én tudom olvasni ezt a dolgot, ebben most 1791 csomag kering körbe, csomagonként van nagyjából 100 milliárd proton, és ezek a csomagok azok, amik körbe-körbe keringenek, és időnként ütköznek. Ez az időnként, ez azt jelenti, hogy másodpercenként 40 milliószor. A jobboldali képen pedig az látható, ez a úgynevezett luminozitás, ugye, ha valaki egy picit a latinból gyanús, ugye egy fényességről van szó, hát kvázi fényesség arról szól, hogy nagyjából Mekkora az ütközési gyakoriság, még ez a szó is sánti, de igazából nagyjából valami ilyesmiről van szó, hogy mennyire jól ütköznek ezek a nyalábok egymással. És, és azt lehet látni, hogy az instant lumi, tehát az, ami most per pillanat van, nem egy időátlag, az egész magas nekünk a két nagy kísérletnél, ugye az Atlasznál, meg a CMS-nél, és meglehetősen alacsonyra van visszavágva a másik kettőnél, de hát most ez protonfizika, és igazából az a, az a lényeg, a hibát megkívítjük. Úgyhogy jó, Noémi, kérlek, kavarj körbe, és akkor... Jó, tehát a, akkor ami, kezdjük azzal, ami sípolt az előbb a biztonsági rendszer, és, Közben meg is nézem, hogy mi sípolt. Hát nem. ebből szerintem lehet tudni, egy tűzjelző jelzetbe. Igen, de csak ja, igen, de a felszínen. A 3. Jön is a tűzoltó, akkor kifele. Jó, nem igen, van. de a felszínen, tehát nincsen probléma. Ez az eseteknek a 99,9%-ában a szenzornak, tehát a tűzjelző szenzornak a hibája. A maradék egy tizedben valaki elrontott valamit, ja. és nem kapcsoltuk ki időbe a tűzjelzőt, és mit tudom én, elindított, egy, tehát fúr valamit, mondjuk betont, és a por beindítja a tűzjelzőt. De hát igazából, ugye láthatóan mindenki meg nyugodt, mert egy, egy szenzornak a jelzése az általában erős gyanút fejt ki, hogy 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 nincsen igazán tűz. A ja, én mivel már megéltünk tüzet. Nem erről beszélünk, arról beszélni, hogy, hogy, hogy akkor nagyon nem így van a dolog. Tehát ezért vagyunk meglehetősen nyugodtak. Jó, beszéljünk. Ez a rendszer a detektor biztonsági és rendszere és az infrastruktúra, tehát, hogyha például a tűzjelzők vannak ide bekötve, de tehát ő biztonságosan ki tudja kapcsolni a detektorokat, hogyha valami, valamilyen paraméter elmegy, bármi. Úgyhogy ez egy, ez egy át, átnéző panel, de azért a detektornak a vezérlése, az itt történik a, az ügyeletes, ügyeletesek által. A detektort ő, felügyelni kell, <laughs> minden, tehát ö, egész nap, de ezt nem egy ember csinálja, hanem 8 órás ügyeletekre fel van oszva, és különböző ö, feladatok vannak, tehát ez a vezérlési feladat, ami és ehhez hozzátartozik az infrastruktúrának a, a ö, monitorozása, és az al-detektorok kibekapcsolása, valamint ö, a kamerák figyelése, ami az egész CMS-detektor környékén, Föld alatti kamerák, itt lehet látni esetleg a detektort, ezek élőképek. Felszíni kamera az adatgyűjtő számítógépteremről, lift alatti részekről. És a következő ügyeletes, akit mutatok, ő a Shift Leader. Ezt nem tudom, hogy lehetne jól magyarra lefordítani. Mindegy, a lényeg, hogy ő a vezér. A, hát ő a, a szolgálatvezetője. A, a szolgálatvezető, igen. És neki tudnia kell, hogy mi történik a CMS kísérlettel, tudnia, tehát neki kapcsolatot kell tartani a, a gyorsító üzemeltetőivel. Úgyhogy ő a kapitány a CMS detektornál jelenleg. Mellette látjuk az adatgyűjtőrendszer vezérlését. Most éppen gyűjtjük az adatot, erről van egy ábra is. Tehát minden, minden running, ez azt jelenti, hogy éppen és mindenbe van kapcsolva, minden a detektor, és itt lehet látni, hogy éppen mennyi adatot gyűjtünk. Ezt az előbb Zoli elmagyarázta, ez a gyorsító állapota. És akkor van még egy, még kettő feladat, a trigger rendszer. Erről majd szerintem Zoli beszél, míg elmegyek a lifthez hogy ez micsoda, és az adatminőség ellenőrzés, tehát gyűjtjük az adatokat, és azért meg kell valahogy győződnünk arról e, már nagyon hamar, hogy a minőség az, tehát hogy nem, e, nem olyan adatot gyűjtünk, amit nem tudunk használni. Tehát, no, émi, és még valami, majd. Jó, és még valami, amit még meg akarok mutatni, az pedig a úgynevezett event display, ez egy nagyon gyors rekonstrukciója az ütközési eseményeknek, amit a Igen, próbálkozok, próbálkozok, majd betenni élőképet erről mindjárt. De ez, amit itt látunk, ez tényleg élő. Tehát, hogyha közelebb megyek, ez, ez éppen 9 óra 45-kor levő esemény. Jó, mi, mi volt a kérdés? A kérdésem az, hogy ezek szerint jelen pillanatban is a nyalábok ütköznek, és a detektor veszi az adásukat, a gyűjti az adatokat. A kérdésem hogy azok a kamerák, amiket innen figyel, az akinek azt kell figyelni az élőképeket, azok nem mennek tönkre a sugárzás hatására? De. <laughs> Ez a válaszom hogy de. Egy -egy egyrészt -egy e -egy trükközünk, noémi meg tudod mutatni talán a, igen az a na az már sugárkárosodás? Aha. Meg tudsz mutatni egy ilyen kamerát, mert most ilyenekkel timelapse éppen itt a vezérlőben. Ja, hogy, hogy néz ki maga a kamera? Maga a kamera az egy Mobotix M sorozatú kamera. Nem minden 26 os mint ami itt van, még nem 22 senki is vannak, hiszen több mint 10 éve installáltunk néhányat. Egy kicsit meg vannak tákolva, annyiban, hogy a... hogy kivettük a dobozzából, és betettük egy ilyen ólom, meg uh, 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 polimer szigetelésű el, jó. valamiben, jó. és itt közben ti látjátok azt, hogy mit lát a detektor most hirtelen, és azt is lehet látni, hogy itt volt olyan ütközés, amelyikben két uh, műon szaladt el, csak a frissítéskor mindig rosszul jön vissza, uh, ez meg egy másik uh, esemény, ezek nem nem az összes esemény, amit láttok, hanem amit a mi mérőrendszerünk gyorsan kikapdos ebből. Jó, a, hol is tartottunk be át a segíts? A kamerát kérdeztem. De azon Hogy már. Például milyen időközönként kell lecserélni, mert láttuk itt a mákosodást már rajta. Az, az a, a, a mákos kamera keres. az több mint 15 éves, és. Mm. Uh, Hát sajnos annak az ára azért, hogy olyan 1000 euró körül van darabonként, és még a, ezt a sildet is át kell alakítani az új típushoz. Tehát most jelenleg a kollégáim, a főnökeim azt mondják, hogy nem időszerű ezzel bántanom őket. Ez hozzánk tartozik, a Noémi, meg én felelek érte. Ö, közben, uh, ha közbeszólhatok. Jó, egy... én leveszem ezt a képet, mert ez baromi érdekes, de az most ott érdekesebb. Ha még emlékeztek hát... arra a képre, amivel indítottunk, azt a képet valahogy annak a hegynek a tetejéről e, e, fényképezték. Ez a hegy úgy hívják, hogy Júra. Hogyha valakinek úgy a hátul a csengő megszólal, hogy Júrakor, meg ilyesmi, akkor igen, az a föltörténeti kor erről a hegyről kapta a nevét. Egy csomó dinoszaurusz maradvány van. Szerencsére már nem harap. Hol vagyunk, Noemi? Ez, mi, amit meg a meg ebbe az épületbe, ez a mi eszemplikónak nevezzük, ez, egy, ez vagy esik Itt ja, Itt jött meg uh, az igen, a detektor. Egy nagyon fontos dolog, a Noémi nincs egyedül. Ahogy pillanatra a képen látszott Andrea, igen. Andrea a, a, a safety guide, tehát a biztonsági partnere a Noéminek. A föld alatti világba egyedül nem lehet lemenni még akkor is, hogyha ez a hely nem veszélyesebb, mint mondjuk bármilyen mélyépítésű metró, egész egyszerűen csak nem akarunk a újságoknak a címlapjára kerülni. Ezt ki akartam Tehát emelni. A... Mesélj! Tehát a, e, 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 itt épült meg a detektor, ez azért kellett, mert ezen a ponton, e, e, még a, amikor az LHC még épült, itt nem volt, nem volt nagy üreg a detektornak, és ahhoz, hogy, hogy egy kis időt nyerjünk, a detektort elkezdték, vagy elkezdtük annak hogy ebben a csarnokba építeni, és 2006, Csak, talán, vagy 7 Igen, 6 és, hat és 8 között e e volt a leeresztés ezeken az ablakokon keresztül, Ja igen, és... szóval amit a Noémi mutat, az a és... sárga daru, az túl kicsi ehhez, az csak 80 tonnát bír el. A legnagyobb detektor az 2200 tonna volt, úgyhogy itt van. Úgyhogy ez a kis vacak daru, ami be van építve, ez nem jó hozzá. Béreltünk nagy, azt már nem is darunak hívják, hanem logisztikai gépet a megfelelő helyről, és azzal engedtük le, azt az épület köré kellett megépíteni kvázi, és ezért mutatta Igen, a Noémi azt a is. négy kis ablakot ott a tetőn, ha majd megmutatod, amin keresztül Igen, és ahol, Igen. Ahol, ahol állok, az igazából egy függőleges akna, tehát alattam nagyjából száz méter mélység van, persze elbírja az én súlyomat, meg elbírta a detektor, részének a súlyát, ami ilyen ezer tonna, Mondom, és... 1000 és 2000 tonna között van, 13 darab nagy, nagy elem van. Ez egyébként, ahogy a Noémi mondja, ez egy fedél, egy elhúzható fedél. Ez a fedél, ez olyan két, majdnem három méter vastag, inkább vas, mint beton, és oda a poszter alá lehet be, behúzigálni. Amúgy tényleg annyira teherbíró, tehát a 2000 tonnát azt próbáljuk meg úgy felfogni, hogy meg se kottja neki, hogyha a 400 fős évvégi partit itt megszervezzük kajálással együtt. És igazából, amit látunk, ez nem egy sima, egyszerű poszter, ez poszter persze a detektorról, és ez egy életnagyságú poszter. Tehát, ha a detektor itt lenne, akkor ilyen méretű lenne, de a detektor alattan van, ahova nem mehetünk le, és ez az állapot, a, a nyitott állapot, amikor hozzáférünk a detektor elemekre, amúgy egy nagyon zárt hordó, de erre ezt majd ezt látjátok most, is most mutatni képet. Igen, mert be is raktam ezt a képet, ahol a detektort lehet látni, tulajdonképpen a sematikus ábrája, és ebből egy gyűrű, amit itt a Noémi mögött láthattok, ugye öt darab gyűrű alkotja neki a hordó részét, és három-három ilyen kerek dugó zárja le, Ugye a cél az az, hogy a kirepülő, tehát bármelyik bármely tér irányba kiindulhat részecske az ütközésből, majd azt is megbeszéljük, hogy miért, meg hogy miért nem. És e, e, igazából az a célunk, hogy a részecskéknek a paramétereit megmérjük, bármerre is repül ki. Ugye ez azt jelenti, hogy le kell zárni a teljes térszöget az ütközés körül. E, hát gömböt nehéz építeni olyan detektorokból, amik alapvetően síklapok ezért marad a hordó, tehát két jól elkülönülő hordó, meg cap, vagy végdugó rész van ezeken. Ö, azt nézzük már meg, hogy miért is kell, ö, na, miért is van ez a CCO ilyen bonyolultan a detektora, majd mindjárt olyan kiér, és akkor látjátok ennek a maketjét is. Hát ugye Beszéltem már egy dupla V meg Z bozonokról, nyilván a Higgs bozon is eljutott már hozzátok, tehát bő tíz évvel ezelőtt ez volt az egyik detektor, a kettőből a másik az Atlas, ahol a, a Higgs bozont felfedeztük, vagy legalábbis megtaláltuk a kísérleti eredmények között, és hát ugye nobel is osztogattak. Tehát a dupla V z kapott annak idején a Carlo Rubbia, meg a, a, Simon van der Mer, a, a Higgs-felfedezéséért meg hát ugye a, a tényleg a múlt héten elhunyt Higgs professzor, illetve ö, ö, François Englert, Englert, professzor már sokkal korábban meghalt, így ő ezért nem kapott Nobel-díjat. De a lényeg az az, hogy ö, hogy ö, ö, ezekért a, tehát ezek ténylegesen létező részecskék, de soha senki ezeket direkt módon, de a direkt az az, hogy így átrepül a szobán, nem lehet megfigyelni. Ennek egyszerűen az az oka, hogy ugyanezek tényleg létező fizikai részecskék, viszont nagyon hamar elbomlanak, teljesen instabilak. Nagyjából a másodperc 10 20, 20 23 másod, 5 másodperc alatt bomlik el, ami, hogyha a 10-23-at veszem alapul, akkor, és mondjuk a fénysebességét, ami 10 a plusz 8, akkor azt kapom, hogy nagyjából egy ilyen részecskel, még ha fénysebességgel mozog is, nem teszi, de ha még annyival is menne, akkor is maximum egy ilyen 10 a mínusz 15 métert menne el egy fermi távolságot, ami azért nagyon érdekes, mert ez mondjuk a protonnak a átmérője. Majdnem mindegy átmérő vagy sugármáit de alapvetően borzasztó rövid utat képes megtenni, mielőtt elbomlana, nem hogy a nyalábcsőből, ugye ez kötelezően keresztül kell, hogy menjen a detektoron, és iszonyú nagy vákum van benne, nem hogy abból, igen, most az villog, nem hogy abból nem jön ki a részecske, hanem még a nyalábcsőben közlekedő néhány mikron átmérőjű proton nyalából sem tehát esélytelenek vagyunk arra, hogy akármilyen detektálási módszerrel direkt módon megfigyeljük. Amit viszont lehet csinálni, az az, hogy ha, ha sikerül nekem... Ja igen, miért azt a képet nézem? Ezt a képet, képet kéne nézni? Ja igen, tehát ez, ez itt egy Higgs-nek a, a, a képe a detektorban. Tehát azt lehet látni, hogy a Higgs-et nem látod, de látsz kifele jönni piros vonalat, meg zöld, nagy hosszú zöld vonalakat, persze sok kicsi egyebet is, de az, azok most annyira nem lényegesek. Tehát azt látjuk, hogy ez a részecske, ami ott középen megkeletkezett, ez elbomlott négy másikra. Ez, ez egy jellegzetes szignatúra, azt, ez, ez a mérés, hogy ez az ábra, vagy ez a, na bocsánat, ez az ütközés, ez túlélte az összes szelekciós feltételünket a, a Higgs részecskére, és azt gondoljuk, ez az egyik cikkbe is bement az első cikkek egyikébe, azt gondoljuk, hogy itt nagyon nagy valószínűséggel ténylegesen a két proton ütközésében létrejött egy X részecske, ami szétesett két z és a Z kestek szét egyenként két-két műonra, illetve két-két fotonra. ez Zori, ha a... közbeszólhatok. Mond. Jöjj, adjuk át a szót Noéminek, mert ott van az ajtónál, és ezt tegnap hétfőn is átugrottuk, ezt az érdekes részt. Jó, jó, Noémi, Ted. Tehát a doziméteremmel kell bemutatni az ajtónak, ez egy beléptető kapu. Minden automatikus, és azt kell megoldanom, hogy úgy lépjek be, hogy ne gondolja azt, hogy több emberrel megyek. Igen, ez azért nehéz, mert Noémiből kiló. És minden. ez nem lesz Tehát egyszerű. Egy... A kamerának a, a tartórugja, a kamera mindenféle drót jobbra-balra, de hát ő azért ezt meg tudja oldani. Én annak idején, tehát most kell igazából már Jó. váltanom a hozzáállásban, mert az elmúlt húsz évben folyamatosan a, az angyalok és démonok című filmet emlegettük ilyenkor, de hát ez a korosztály már nem találkozott valószínűleg ezzel Látta a filmmel. Látta valaki de... ezt a filmet? Angyalok és démonok. Kezeket fel, senki. Senki. Na hát ez az, de legalább majd a könyvet próbáljuk promotálni nekik. A könyv arról szól, tehát ez a regény arról szól, hogy valaki a cernben megszerzi a, a, egy csomó antianyagot, és ezzel úhajtja a Vatikánt a levegőbe repíteni. Ugye azért ez egy eléggé érdekes történet. Persze nem sikerül neki szerencsére, tehát ennyire lelőzém a poént, de hát a lényeg az, hogy ebből hogy nagyjából 20 évvel ezelőtt készült egy film, egy 15 évvel ezelőtt készült egy hollywoodi film, aminek a díszleteiben használták ezeket a berendezéseket. Tehát, hogyha majd úgy adódik a sors, hogy valahol, nem tudom, hogy Netflixen kim van-e, meg lehet nézni ezt a filmet, akkor, akkor ne csodálkozzatok, hogy ugyanezeket ezeket a beléptető kapukat látjátok. Nem, anélkül, hogy lelőném a poénját a filmnek, a, azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanezeket az iris ellenőrzéseket végeztük akkor is, csak ez a mostani szenzor, amit most láttok, ez két generációval újabb, mint a régi volt, és ez mind a két szemet nézi, és azt is, hogy van-e benne vérkeringés. És többet nem mondok a filmről, nézzétek meg. Ó, aki hát el... a filmet az most tudja, hogy ezt miért mondta el. Jó, tehát a, a Noémi most elindul a föld alá, én meg megpróbálom nektek megmutatni, hogy hol is megy le, mert meg fog szakadni, vagy legalábbis még eh, várunk mondulni. kollégára. Nem baj, én már beadom hát, ezt hogy... a képet. És a tehát a, a Noémi jelen pillanatban ezen a függőleges aknán fog leliftezni ebbe az üregbe. Azért ez a liftkezelőnél. Igen, ez tulajdonképpen olyan, minthogyha ha fölülről néznénk le, a Föld felszínről lefele néznénk, és akkor így néznénk meg, hogy körülbelül mi van a Föld alatt. Ami, ami e, van a Föld alatt, az két nagy Föld alatti üreg. A, az egyik ugye USC55, a másik pedig UXC55 néven fut. A, ez a úgynevezett szervíz üreg, Föld alatt, ez egy 84 méter hosszú, tehát nem olyan kis nyúl. A másik pedig a, az X, az az Experimental, tehát a kísérletet jelöl, a kísérleti üreg, ez is 53 méter hosszú. Ennek a függőleges aknájának a tetején fotózkodott az előbb a Noémi, átjött ide, itt van nekünk egy személylift, amivel, személy és teherlift, amivel le lehet menni. Van három szint. Most már néha már jön kép a látjátok, hogy már mínusz egynél jár, és olyan mínusz kettőre fog menni, csak valaki majd kiszáll a mínusz egyen. És a rossz hír az az, hogy ebbe az üregbe ma nem tudunk bemenni, ahol maga a detektor tartózkodik, mert éppen ütközések vannak, és hát, hogy is mondjam, vannak olyan helyek a föld alatti üregbe, nem mind, ahol, ahol hát nem tanácsos ilyenkor lenni a sugárzás miatt és hát ezért a, a biztonsági szolgálat letiltja ilyenkor a hozzáférést. Ide viszont bármikor be lehet menni, tehát itt fog a Noémi sétálni, és azt is látjátok, hogy ilyen sikánok kötik össze a két föld alatti üreget, úgyhogy ezek, e, e, ezt mindenképpen megmutatjuk, mert idáig el fog menni, ezt lehet látni, amikor megérkezik. El is veszem a képemet, úgyhogy vissza is adom a szót a Noéminek szerintem, mert... Igen, megérkeztünk a mínusz kettőre, és lehet látni a mínusz hármas szintet, remélem. És a mindjárt fel kis időbe telik, még, bepozícionálom a kamerát, és be tudunk nézni ebbe a függőleges aknába. Balra a beton mögött van a lift, amivel lejöttünk, és a kép tetején, nem tudom mennyire látszik, a fény az a felszín épületnek a, a teteje, ahol jártunk. Igen, látjuk. Úgyhogy de próbálok sietni a föld alatt, de még akkor várjál, várjunk, ha beszéltünk. Ja, igen, arra, mert sokáig Hogy, sokáig hogy, sokáig eresztet... hogy eresztettük Szerintem le szerintem... Ezt, ezt azért, azt igen, azért hogy a, a logisztikai épület köré épült. Szerintem futás, mert igen, most nézek az órára, hogy van még 6 perc. Közben, amíg a Noémi fut. Addig a, várom a kérdéseket. Kérdéseket. Bátor kérdéseket. Végtelén ideig. De, nem 6 perc van, már. 10 percünk van. Igen, ezt nem értettem teljesen, de jobb, ha kevesebbet mondunk. Nem, ez azért van. Mert így is végtelen igen. ideig beszéltem. Hogy is mondom, én kérek elnézést. A, a, igen, a, a adásvezető gépen van előttem egy, egy óra, mert a telefonomra nem néztem le, és tényleg és a, az adásvezetőgépen mindig elmegy az óra. Közben és a, a amiket, mutatok, amiket, Mutatok, ezek milyen nagy, hatalmas szekrények, ez a szoba tele van ilyenekkel, ezeket mi reknek hívjuk, nem tudok rá jobb szót magyarul. Ezt hivatalosan Euró-REC-nek hívják, igen. Jó, és lehet látni, hogy rengeteg különböző elektronika van kábelekkel bekötve, optikai kábel, de van sima részkábel is. Ezek mind olyan elektronikák, illetve számítógépeink is vannak, amik szükségesek, hogy közel legyenek a detektorhoz, elérhetőek legyenek, illetve nem, nem tűrik azt a teret, ami, azt a környezetet, ami a detektor mellett van. Azért mondjuk uh, már el, hogy ott baromi erős mágneses tér is van, tehát uh... Tehát igazából pont azt... ezek a tápegységek, amiket mutatsz, ezek, ezek nagyon nem szeretik a mágneses teret. Igen, é, é, jó, igen. <laughs> És a számítógépek sem szeretik a mágneses teret általában. Ritkán, ritkán. 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 Bár, bár mind a kettőre van ellen példa most az jutott az eszembe. Tehát, hogy nekünk is van benne számítógépünk, meg tápegység is van benn, de hát alapvetően az általánosság az az, hogy általában nem szeretik. Vagy vagy ezekhez a cuccokhoz sokszor kell hozzá piszkálni. Tehát igen, igen. ilyen nekünk is van egy másik emeleten, ugyanebben a föld üregben. Egy olyan cucc, amit rendszeresen menni kell tutuigatni, és akkor hát nyilván nyilván nem szeretnénk, nem akarunk bemenni úgy, hogy sugárzás van, nem is tehetjük meg, majd mindjárt Noémi megmutatja, hogy miért nem amúgy meg a nyalábot lekapcsolni csak azért, mert nekem most úgy kedven van, azt, 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 meg nem nagyon szeretik, mert drága az üzem, azért ez egy bonyolult gép, ez talán a emberiség által épített legbonyolultabb gép, tehát nem nagyon szeretnek hozzápiszkálni a, annak a vezérlő is sem. Közben csak mondhatom, hogy a, az álpodó a szekrények alatt, regszekrények alatt a kábelek mennyiségét illusztrálni, hogy Elég, elég is sok kell a detektorhoz. Uh -huh. És akkor Én nem tovább... vagyok bántóan magas, olyan egy hetven vagyok, állva nem ülve. Én éppen ki tudok egyenesedni, de ahhoz már le kell vennem a sisakot, amit meg nem szeretek, mert bevágom a fejem. Tehát ez egy ilyen nagyon. azért mégiscsak egy álpadló meg általában fél méternél nem szokott mélyebben. Jó, na hát ezt uh... látjátok ahol igen, az előző ábrán látszott, hogy ugye van egy sikán a detektorcsarnokhoz, és persze itt is van egy beengedő kapu, ami ugye zárva van, elég, elég, elég nyilvánvaló van, amíg a nyelvet nem beszélők is megértség, úgy van megcsinálva a rendszer, hogy nem lehet csak úgy véletlenül besétálni olyan helyre. Fordulj ahol... már meg, légy szíves balfele, és mutasd meg azt, hogy van azért egy kamera is, tehát Innen is, meg a másik oldalról is, tehát megvan a Premier plán, hogyha valaki, valaki rosszalkodni akar, vagy vicceskedni, ugyanis ha ezt az ajtót feltöröd, nem fogjuk elmondani, hogy hogyan kell feltörni, úgyis rájössz, magadtól. Ha ezt az ajtót feltörnéd, akkor a teljes LHC-t megállítod. Hát ez úgy van Viszont. megcsinálva, hogy még véletlenül se találkozzon ember nyalábbal, ha valamiért a tűzoltóknak be kell menni, mert mondjuk tűz van bent, hál' Istennek nem volt még, akkor ők betörnek ezen az ajtón, ha addig, amíg ide érnek, valamiért nem tudtuk a nyalábot lekapcsolni, mert valószínűleg már le lenne, mert itt is van egy gomba vezérlőben állunk, de ha mégiscsak lenne nyaláb, akkor az ajtón áttörve, úgy van megcsinálva ez a sikán, láttátok az előbb a térképen, hogy mire beér, olyan hosszú is, mire beér, akkor biztos, hogy nincs nyaláb, és ezek a prompt sugárzási dolgok is lecsengenek. Tehát, tehát a tűzoltók sem kapnak. olyan És megjegyezném, Zoli közben, közben, mert neked nyilvánvaló, de az itt ülőknek nem biztos, a nyaláb, amit mit itt emleget, az az a proton ö, csomag, ö, ami szalad körben a, ezzel, ebben a gyorsítóban, ezt nevezik nyalábnak. Így van, így van, így van, így van. És ebből, ebből van két nyaláb, ugye az egyik óramutatójárásával megegyezően, a másik azzal ellenkezően kering, gyorsítóban. És van, azt mondtam, nagyjából hogy olyan 1800, ugye? Tehát a, a valami esmi számot említettem az előbb. É, tehát, e, mit mondom, igen, nagyjából 1800 ilyen csomag van a e, nyalábonként, tehát 3600 csomag kering jelenlegben, mindegyikben van 100 milliárd proton, az átmérője az ütközési pontban nagyjából a hajamnak a, az átmérője, tényleg azt mindjárt meg is tudom mondani, ha, ha szerencsém van. Közben a szót, mert... <síns> <síns> mert igen. Ja, dumáj! Tehát láthat... beszéltünk a Mánes és azért van egy figyelmeztető tábla is kirakva, hogy a kapun túl mágneses tér van, de azért itt ebbe a csarnokban is valamennyire érzékelhetjük, nagyon drága mágneses detektor <laughs> van a kezembe, ezek egyszerű gemkapcsok, nincsenek felmágnesezve, és ez a fal, ez egy 7 méter vastag fal, vasbeton fal, a detektorcsarnok és a szerviscsarnok között. És ha közelebb megyünk a falhoz, és persze lehet trükközni, akkor lehet érzékkeltetni, detektálni a mágneses teret ezekkel a kis klipszekkel. Az itt ülőknek közben elmondom, hogy miért kell ez az, az óriási erős mágneses tér, ahhoz, hogy körpályán tudják tartani a pozitív töltésű protonokat, Ez nem azért kell, ez nem azért kell. Kocsi. Ez a, a, ez a, ez a, a mágnes mutat, másra kell. Ez Ahhoz is A, ez kell. a mi mágnesünk, igen, itt van a mi mágnesünk. Tehát ugye az előbb említettem, hogy hogy elbomlanak a, a ezek a nagyon rövid életű részecskék, elbomlanak valamire, és ezeket a valamiket mérve, ezeket a gyermek vagy lány részecskéket mérve, paramétereit mérve, vissza, tudjuk, vissza tudunk következtetni arról, hogy mi történt középen. mit kell mérni? Hát mérni kell, hogy merre ment el a részecske, mérni kell, hogy milyen energiát vitt el a részecske, mérni kell, hogy milyen impulzust, lendületet vitt el a részecske, és hogy milyen részecske volt. Tehát ezt a négy dolgot próbáljuk mérni. Ehhez egy homogén detektor anyag nem lenne elegendő, és itt lehet látni a képen éppen, hogy 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 van felépítve a detektor. Legbelül ilyen pályaelem meghatározó detektorok vannak, ezek szilícium alapú detektorok, nagyjából olyan, mint a fényképezőgép vagy a kamerád a telefonodban. Nekünk itt van 100 millió ö, ö, csatornánk, 100 millió igen, 100 millió csatornánk, ezek egy jelentős része pixel, tehát tényleg olyan, mint a kamera a telefonodban. Egy másik része az ö, csík, most ebben nem megyek bele, de ugyanúgy működik. A lényeg az az, hogy, hogy 10 koncentrikus henger mentén vannak felpakolva, ezzel együtt ugye háromdimenziós képet képesek rögzíteni egy-egy áthaladó töltött részecskéről, és másodpercenként 40 millió képet képesek rögzíteni. Ez egy kicsit jobbak, mint egy általános kamera. Kicsit kijebb vannak az úgynevezett kaloriméterek, nálunk ebből kettő van, az egyik egy 77 ezer kristályon alapuló, egy kristályon alapuló Elektromágneses kaloriméter, ez elektronokat, meg fotonokat képes mérni. A külső, az pedig olyan részecskék energiát, amikben kvarkok vannak. Zoli, egy pillanat, meg kell állítanom, mert a mágnest akartad elmondani, hogy mire való, és mindjárt... Igen, most jön a, a mágnes, most jön a mágnes! most jön a mágnes! Előbb-utóbb bejutunk oda is. Így van. Tehát, hogy azt lehet látni, hogy a részecskék nagy része meg elfogódik, ugye a kalorimetriának az a lényege, hogy, hogy elveszük az energiáját, összesen két részecske képes áthatolni ezen a kaloriméter részen, az egyik a műon, amit itt lehet látni, ez egy elektromosan töltött részecske, ez az elektronnak a nehezebbik tesója, ő azért jó, hogy elektromosan töltött, mert például képes ionizációkat csinálni itt a külső kamrákban, a műondetektorokban, és mivel töltött, ezért ugye őt nem lehet megfogni, ő nagyon áthatoló képességű, ő neki az impulzusát lehet megmérni, és ahhoz viszont egy jó erős mágneses térbe tudjuk pakolni. A mágneses tér a töltött részecskék pályáját meggörbíti. Tehát itt lehet látni, ahogy a mion pályája meggörbül, lehet látni, hogy egy töltött hadron pályája meggörbül, ahogy egy elektron pályája meggörbül, és ahogy a semleges, ugye ez itt egy foton valószínűleg, ez pedig valamilyen, P0, vagy akármilyen semleges kvarkokat tartalmazó részecske, ezek pályájához persze nem nyúl hozzá. Tehát ezért kell egy jó erős mágnes, hogy jól görbüljön, és ebből a görbületből, ugye a görbületből lehet számolni impulzus, tehát jó pontosan tudjunk impulzus számolni. Jó, Noémi, folytasd! Igen, tehát közben esetleg lehetett látni, hogy ezek a klipszek nem csenek fel tehát egészen messze vagyok a faltól, és... Itt már nem, nem lehet játszani SSTérre. A kamera is egészen messze volt tőled. Nem a, most, a, ami képen vagyok, az ez egy képa a látogatóknak, akik meglátogatják a kísérletet. Gyorsító csarnokban a ebben nem lehet benni, viszont ez egy olyan kép, ahol lehet egy picit csalni, mint hogyha ott vennék. És itt vannak azok a mágnesek, amiről Beata elkezdett beszélni, amik arra kellenek, hogy körpályán tartsák a proton nyalábot. A kék azok kétpólusú szupravezető mágnesek. És maga az alagút, azt is lehet látni, hogy ez nem egy bántóan nagy, ez nagyjából mint a metró alagút olyan a nagyságú. És ha picit közelebb hozzuk a kamerát, akkor lehet látni, hogy azért, hogy. Hogy görbül. Igen. Igen. Amúgy londoni is. metró, a budapesti metró 5,5 méteres, ez csak 3,5 méter. És okay. maga, ez pedig így néz ki belőle. Egy utolsó kép és kész. <laughs> okay, Ilyen áll. a belsője ennek a Igen. kék csőnek. A, Akkor... tehát, hogy visszatérjünk a mágneshez, hogy csak legyen nekem is igazam, ha, tehát minden esetben a mágnest arra szokták alkalmazni, hogy töltött mozgó töltött részecskéket a pályájukról eltérítsenek valamilyen irányban. Ezzel tudják irányítani a töltött részecskéket. Csak a mozgó töltött részecskére hat a mágneses mező, álló töltött részecskére nem hat. Semleges részecskére nem hat, akkor sem, ha az mozog. Jó? Így van. Ilyen trükkök, Így van. Uh, ilyen egyszerű trükkök alapján építenek egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult berendezést. Azt kérem, Zoli, mínusz öt percünk van, mínusz öt perc. Nagyon jó, nagyon jó, franko. Hogy zárszót mondjatok. Jó, akkor feladom uh. a képem. Jó, közben a Noémi meg megpróbál meg feljönni. Hát uh, jó. Azt, egy, egy dolgot biztos, hogy éreztetek ma, az, hogy ez egy rendkívül bonyolult dolog, amiről nagyon sokáig lehet beszélni. Úgyhogy ezt én igazából egy ilyen vitaindító beszélgetésnek szánom számotokra, és azt kérem, hogy amikor lehet, akkor hát gyertek vissza. Ilyen virtuális sétákat tudunk rendezni kvázi bármikor. Végtelen Tehát... ideig is tarthat. Végtelen ideig is tarthat. Most, Most, jön, Most ugye e a, a, a e tanúra kereteit nem tudjuk tovább feszíteni. De hát ezt lehet csinálni uh, akár valamilyen iskolai napon is, ahol Igen. Mondjuk, talán nem ennyire kötött a dolog. Uh, én örültem, hogy itt voltatok velünk. Uh, látjátok, visszafele nem szakad le a Noémi. Ez is egy érdekessége, de ez a mobiltelefon kommunikációnak a érdekessége. De én, de én még itt vagyok a minusz kettő. Akkor meg, akkor meg ez a helynek az érdekessége. Jó? jó Tényleg ez, ez a fali most, most lép be a líbbe, de valószínűleg nem fog leszakadni. A, a föld alatti világban ő Svájcban van, telefonügyileg, a föld felszíni világban meg Franciaországban, és a két ország közötti roaming az aszimetrikus. Na mindegy, szóval ez egy ilyen dolog. Örültem, hogy itt voltatok, meg a Noémi is örült, bár ő tud most éppen beszélni, és, és egyértek hát vissza. Köszönjük szépen! Jó. Na hát akkor sziasztok, T további kellemes napot, meg jó atomkilátogatást kívánunk. Hello, hello! Hello, sziasztok!